idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig művelni kötelesség. Az idézet Kölcsey Ferenctől származik, aki 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnuszt, amelyet az előbb Tokajváros vegyeskara adott elő. Jó estét kívánok, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Kultúra napján, Tokajváros napján. Természetes talán, hogy Tokajváros napját is a himnusz születésnapján ünnepeljük, hiszen 36 évvel ezelőtt ezen a napon kapta vissza 1950-es években elvett városi rangját. Összegyűltünk a csodás hangulatú, biztonságos, pezsgő kultúrájú, élhető kisvárosunkat ünnepelni. Együtt örülni, mint ahogy tettük azt az adventi gyertyák meggyújtásakor, a betlehemes játék alkalmával, hogy szeretett lakóhelyünkön élhetünk, hogy büszkék lehetünk értékeinkre, hogy elismerhetjük, kitüntethetjük a városért sokat dolgozókat. Kozinci földjén úgy gondolom, hogy mi erre is nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy itt Tokaj hegye mindenféle szempontból valahogy megvalósítja a teljes összhangját annak a dolognak, ami miatt a Magyar Kultúra napját életre hívták. Tokaj nem csak a szőlészet és borászat központja, de ezen kívül számos olyan eleme van, akár mondjuk komoly zenei, világ találkozó, itt a crescendo, fontos találkozási pont Tokaj, ami szerintem fontos. Nyilván, ha Tokaj, akkor egyértelműen egy oktatási központról beszélünk, ahol működik általános iskola, középiskola, a Tokaj-hegyai Egyetem is egy fontos szerepet szánt Tokajnak, ami szerintem egy nagyon fontos dolog. Az egyén életében, a közösség életében, a család életében, és a nemzet életében is az ünnepek alkalmasak arra, hogy kiszakítsanak bennünket a szürke hétköznapokból. Hogy mint egy masszívan levert szörnyök irányítsanak, orientáljanak bennünket a világunkban, és mutassanak rá arra, hogy az élet az nem csak munkáról szól, hanem sok-sok érték teremtéséről és ezen értékeknek a fölmutatásáról is. Aközben mégiscsak azt kell látnunk, hogy a történelemben, időben és persze térben is változtak az ünnepeink. Nem ugyanazt ünnepeljük most, mint pár száz évvel ezelőtt. Nem ugyanolyan hangsúlyosak az egyház ünnepeink, mint néhány évszázaddal ezelőtt. És hát persze sok-sok olyan ünnep van, amely őség számára fontos volt, de a mai korban elveszett a jelentőségét. Ezen akár sajnálkozhatunk is joggal, de megváltoztatni néha nehezen. Talán a nemzet ünnepeink azok, amelyek leginkább összekötnek bennünket, amikor nemzeti közösségről van szó, mert a régi tradicionális egyház ünnepeink, mint például karácsony vagy húsvét, azok szépen lassan átalakultak családi ünnepekké. Egy ilyen folyamatosan változó világban új ünnepet bevezetni nagy-nagy kihívás. És azt kell, mondjuk így 3-4 távlatában, hogy egy széleskörű konszenzus veszi körül ezt az ünnepet. És azt a gondolatot, hogy mi ünnepeljük meg a magyar kultúrát. Tokajváros dalának ős bemutatójára kerül sor a folytatásba, amelyet a szerzők és előadók Tokajvárosának ajánlanak. A zeneszerző Pásztor István, a szöveget írták Cirákiné Kocsis Ágnes, Zelenák István, Pásztor István. Előadják Porubszki Zsuzsa fuvola, Porubszki Tamás gitár, Jászainé Kolmája Rágota ének, Gorcsa György ének és Pásztor István szintetizátor. Száz évvel ezelőtt csoda született, szőlészemből azulett, ez itt most volt meg. Városunknak kapuja mindig nyitva áll, ezen ti a hézvilág, hozzanó hován. Pincépénk hordokban a hegynek öve, újabb író találkozónak Sárai László adott név és helyszínre vonatkozó javaslatot, amelyet a megyei szervezetek és társadalmazók elfogadtak. Érvelése így hangzott. Az író találkozó javasolt 3 helyszínek közül az arra legérdemesebb,
Csak a 900. évfordulójához közeledő Tokaj lehet. És ha Tokaj, akkor a neve sem lehet más, mint Tokaji Írótábor. Így került sor az első Tokaji Írótábor megrendezésére 1972. augusztusában, majd évente. Megállapíthatjuk, hogy a Tokaji Írótábor létével, működésével Sárai László korábbi népművelői, majd írótábori munkásságával közvetlenül és közvetlen is hozzájárult Tokaj várossá válásához, a világörökségi státusz megszerzéséhez, Tokaj járási székhelyének helyreállításához. A Tokaji gimnázium megbecsülései és Tokajváros Prohúrbedíje után most örömmel jelentjük be, hogy Sárai László Józsefet, Tokajváros önkormányzat képviselőtestülete díszpolgári cím elismerő díjban részesíti. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk közeli 80. születésnapja alkalmából. A díjat átadja Kosta György, Tokajváros polgármestere. A szakrendelő kihasználtsága minden évben meghaladja a 100-110%-ot, ami azt jelenti, hogy 35 ezer beteget látnak el úgy, hogy 20%-a a területen kívülről érkezik, amely a szakmai munka elismerését jelenti. Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsannát Prohúrbek díjjal tünteti ki. Tokajváros képviselőtestülete Prohúrbek díjjal ismeri el azt a közel negyedszázados, fáradhatatlan és önfeláldozó munkát, amelyet Szabó István Tokajban, a Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum Szakképzőiskola és Kollégium Fejlesztése, Fejlődése érdekében végzett. Legjelentősebb régészeti feltárása az intézettel az Abasán és Boltetű régészeti lelőhelyen zajló ásatás, ahol az Aba Sámuel által 1042-ben alapított bencés monostort tárják fel. Apoldi Miklós Zsombort Tokajváros kultúrájáért díjjal tüntetik ki. Tokajváros önkormányzat képviselőtestülete Csordás Sándor pedagógust az ifjúság körében végzett odaadó, önzetlen egészségre nevelő tevékenységéért, valamint a labdarúgásban végzett több évtizedes utánpótlás nevelő munkájáért önzetlenül Tokajért elismerő oklevélben részesíti. Jelenleg az USA legrégebb óta működő felsőoktatási intézményében, a Harvard Egyetemen dolgozik, továbbra is a rákkutatásban kutatóként. Kutatási témájában naprakész információkkal rendelkezik. Dr. Nagy Zsuzsannát Tokaj büszkesége elismerő díjat tünteti ki. A díjat átveszi nővére Pereiné Nagy Orsolya. A Szegedi Magyar Bajnokságon Tóth Vilimi Leventével 500 méteren és Perhács Mátéval 1000 méteren megszerezték életük első nemzetközi megmérettetésükhöz való jogosultságukat. A Tokajváros önkormányzat képviselőtestülete Soltész Pétert az év sportolója elismerő díjat tünteti ki. A díjat édesapja veszi át. Egy másik.